Valaki van a fürdőszobában. Mi? Bizonyos találkozások. Basszus, meglátod. Hívd a zsarukat, addig feltartom. Momo. Mamának hívott? Fogjuk rá. Megváltoztatják az életünket. Te a popó? Jól van, jól van. Milyen nyelven beszélek? Mint a siketek, nyilván nem hall. Nime szupo, eha keko? Te érted, amit mond? Nem, nem minden szó. Nyertél, én egyet sem. Ezt találtam a táskájában. Honnan vette azt a fotót? Fogalmam sincs. Tötő popó? Hogy a kocsi? Á, ne állj! Miért adtad oda neki a kocsit? Nem árt senkinek. Olyan jámbor, mint egy kiskutya. Te egy kiskutyán a csontot adunk, nem egy Audi A8-as. Ha a felesége adta kölcsön az autóját, az nem lopás. Az kölcsön. Rendben van, akkor kölcsön miatt teszek feljelentést. Nyilván elhagyták kiskorában. Vagy a te fiad, aki... Ne, már csak ez hiányozna. Megcsaltál valaha? He? Hogy hívják a nőt? Ezt épp itt kell tisztázni. Elmegyünk ahhoz a prostihoz. Fogd vissza magad. Uramisten, André! Hogy voltál képes ezzel a... Úgyhogy 40 évvel fiatalabb volt. Volt be, hogy most is kívánod. Édes Isten! Bemutatja a feleségét. Próbálja meg a hangom után jönni, csak egyenesen erre. Kis unokád lesz André. El se akarom hinni. Hogy ismerkedtek meg egymással? Egy társkereső oldalon. A hátrányos helyzetűekén? A szexpartner keresőn. Ez egy szélhámos, aki meg akarja kopasztani az embereket. Majd meglátjuk, hogy tényleg süket vagy-e. Nézd csak, az Isten is nász ajándéknak teremtette. Te nem is akarod megérteni ezt a gyereket. És mi lenne, ha egyszer megbíznál bennem? Neked még mindig lehetne gyereket, neki már biztosan nem, gondolj bele. Derült égből család. Keze, papa. Nincs mit, te hígagyú. Higa? Nem, híg a kávé, tudod, mi így szeretjük. Hamarosan a mozikban.